Pársáv, Várkonyi Attilával és a 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágereivel Magyarország leghallgatottabb rádiójában. Ők a Retro Rádiót hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb retroslágerek a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. Egy ferencvárosi legenda ül velem szemben, már nyilván ezt magáról egyelőre nem így látja, de én biztos vagyok benne, hogy amikor 10-20 év múlva visszatekintünk arra a korszakra, amikor Lipcsei Péter a Ferencvárosban kergette a labdát, aztán külföldön is igen magas szinten, top bajnokságban, top játékosként, top edzővel, akkor bizony vissza fogjuk majd sírni azt az időszakot, amikor az 58-os válogatott itt a Fradiban játszott, a válogatottban. Szervusz Péter, jó estét kívánok! Szia, jó estét! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Albert Florian után te vagy a második legeredményesebb Fradi játékos. Ez az UEFA kupás szereplésekre vonatkozik. Soha senki nem játszott ennél többet UEFA kupában. 58-szor léptél a magyar válogatott tagjaként pályára. Magyar bajnok 4-szer, 6-szor kupagyőztes, szuperkupa 3-szor. Hát elképesztő, és ez csak a hazai eredménylistád. Hogyan kezdted a futballt? Hol és hogyan? Ugyebár én Kazincbarcikán születtem és ott nevelkedtem, ott végigjártam természetesen a ranglétrát, tehát akkor még nem voltak ilyen U12-U13, hanem csak serdülő és ifi csapat volt, és utána bekerültem 17 évesen a Kazincbarcika felnőtt csapatába, ahol osztályozó mérkőzést játszottunk a Honvéddal, és ott vett észre engem Nyilasi Tibor és Magyar Zoltán. Pikpakra a két mérkőzés alatt, ugyebár az első mérkőzésen itt a Bozsi Stadionban kikaptunk 1-0-ra, otthon hazai pályán pedig 2-2, és így maradt a Honvéd NB1-es, és mi is maradtunk NB2-esek, és azon a két mérkőzésen tetszett a Nyilasi Tibornak játékom, és leigazoltak a Ferencvárosba 90-ben. Hogyan fogadtak a többiek, és te mit éreztél? Én el tudom képzelni azt az érzést, hogy jön egy fiatalember Kazincbarcikáról, és bekerül az akkor legnépszerűbb csapat öltözőjébe. Igen, hát nagyon furcsa volt, hiszen akkor érettségiztem Kazincbarcikán, és utána érkeztem Budapestre. Azért volt benne egy pici furcsaság, hiszen nem tudtam a csapattal elkezdeni a felkészülést, mivel akkor volt az ifi válogatottnak az Európa-bajnoki szereplése, amit pont Magyarországon Békés Csabán Szarvason rendeztek, és bemutattak a Tibieknek, meg a csapatnak, és utána abban a pillanatban vittek engem tovább Dunavarsányba, hiszen ott volt az edzőtábor az ifi válogatottnak. Ott lejátszottam a mérkőzéseket, és az első bajnoki mérkőzés előtt az utolsó héten érkeztem a csapathoz. Számomra meglepő volt, hiszen az első bajnoki mérkőzésem ugyebár Újpesten volt, Újpest-Ferencváros az 0-5. Jó kezdés. 0-5, hoppa, 0-5, hoppa. Tehát rögtön az első. És hát természetesen meg is lepődtem, hogy a Nyilasi Tibor bizalmat szavazott nekem a kezdő 11-be. Maradjanak velünk, önök a Retro Rádiót hallgatják, ahol a legnagyobb retroslágerek szólnak a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. Az 58-os válogatott Lipcsei Péter a vendégem. Jövök vissza mindjárt. A 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retroslágerei. Retro Rádió. A Retro Rádiót hallgatják, ahol a legnagyobb retroslágerek szólnak, és egy olyan labdarúgó ül velem szemben, aki sokszor nyerte meg a magyar bajnokságot, a magyar kupát, a magyar szuperkupát, és egészen fiatalon kezdőként számított rá Nyilasi Tibor, és mindjárt egy 0-5-tel indított, mégpedig Újpesten. Mikor kerültél a közönséghez ennyire közeli lélekben, mert aztán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a Fradi közönség kedvenc játékosa voltál hosszú éveken keresztül. Én úgy gondolom, hogy az első évemben egy ilyen kis szürke játékos voltam, hiszen akkor azért nagyobb nevek voltak, tehát Pintér Attila, Fischer Pali, Limperger Zsolt, Bánki Dodiék, Toporantiék, Józsa Miki védett, úgyhogy egy idősebb generációba kerültünk bele, és utána egy év múlva pedig nagyon-nagyon változott a csapat, hiszen 9 játékos elment a klubtól, és akkor jöttünk mi úgymond fiatalok, tehát Albert Florian, a fiatalabbik Albert Florian nyilván, Nagy Zsolt, Vukovics, Vaszil Gyula, Pálink Zsolt, akkor jöttünk mi fiatalok, és hát az egy óriási nagy évünk volt, és én azt mondom, hogy a mai napig a legnagyobb érzés volt, hiszen 92-ben meg tudtuk nyerni a bajnokságot, úgyhogy a Ferencváros előtte 81-ben nyert utoljára a bajnokságot, tehát 11 év kellett ahhoz, hogy a Fradi ismét bajnok legyen, és hát ami felejthetetlen, az pedig amikor Diósgyőrből hazajöttünk, az a 33 ezer néző, és az utolsó mérkőzésen nyertünk 2-0-ra, és ugyebár akkor még ez a két pontos rendszer volt, tehát a Vác ott volt mindig a nyakunkban. Tehát a csankféle Vác volt. Van, egy ponttal voltak mindig lemaradva, és volt egy ilyen sztori is a válogatottnál, hogy
véletlenül a Vácon úgy mondták be a hangos bemondó, hogy Diósgyőr Ferencváros 2-0, tehát hogyha mi kikapunk és a Vác nyer otthon, akkor ők a bajnokok, és ott nagyon nagy üdvőalgás volt, örültek, és utána pedig egy perc múlva kicserélték, hogy 0-2, ezért a Kosta Janinak mi a válogatottnál zrikáltuk is egy kicsit, és mondtuk neki, hogy Jani milyen volt egy percig bajnoknak lenni. Úgyhogy ez egy jó sztori volt, és ez egy felejthetetlen volt, hiszen azért, amikor visszajöttünk, volt egy úgynevezett fiesta a stadionban, és itt tényleg 20 000 ember várt minket, és az tényleg felejthetetlen lesz. És aztán felejthetetlen élmények sora következik ezután is. Lipcsei Péter a vendégem, maradjanak velünk, jövünk vissza mindjárt. Hallgassa ön is az új országos retro rádiót, és közben keressen minket a Facebookon is. facebook.com/retroradiomagyarország. A retro rádiót hallgatják, ahol a legnagyobb retroslágerek szólnak a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. Mourinho. Azt tartják róla, hogy valaki vagy nagyon imádja, vagy nagyon gyűlöli, és ő is nagyon furcsa kapcsolatot ápol a játékosaival. Veled milyen volt az ő kapcsolata? Velem egy szenzációs kapcsolat volt, mert ugyebár amikor én oda kerültem, akkor ő még egy tolmácsként dolgozott, és egy ilyen harmadik számú pályedző volt a Portónál, de folyamatosan képezte magát, és folyamatosan odafigyelt azokra a dolgokra, amit a Robson mond. Nyilván fordítani is kellett, de mindig készült az edzői pályárom, és rengeteget elemzett, rengetegszer voltunk nála a videószobába, és már lehetett látni, hogy valamit szeretne elérni, és hát azt gondolom, hogy el is érte. Ugyebár volt utána én, mikor eljöttem Portugáliából, egy olyan 6-8 vagy talán 10 évig nem is találkoztunk, és pont egy magyar-argentin válogatott mérkőzésen jött ide, és a saját játékosát, akkor ő már Chelsea-be volt, és jött nézni a Crespót, és pont meséltem a feleségemnek is, hogy hát kint voltunk a kisebbik fiammal a mérkőzésen is, hogy mondom, meg se fog ismerni a José, mert hát hiszen ő már akkor már egy nagyon nagy ember volt, és akkor mondtam, hogy egy óriásit nőtt ez az ember a szemembe, hiszen amikor meglátott a Népstadionnak a folyosóján, nyakamba ugrott, átölelt, és ez nekem ez egy olyan óriási dolog volt, hogy 8-9 éve nem találkoztunk előtte, és ez az ember megismert és tudta, hogy ki vagyok, és tudta, hogy mit játszottam Portugáliába. Abban a pillanatban a gyereket vitte magával, bevitte az öltözőbe, fotókat tudtunk csinálni, aláírásokat, úgyhogy én azt mondtam, hogy akkor itt óriási nagyot nőtt ez az ember a szememben. Te egy minőségi játékosként kerültél ki, és állandó kezdő voltál, bár azt mondom, hogy most már több magyar játékos, most pont egy jó időszak van egyébként, mert vannak a német bajnokságban is, az olasz bajnokságban is játékosaink, akik rendszeresen pályára lépnek viszonylag jó nevű csapatokban, de te akkor a Európa egyik legjobb csapatának voltál állandó játékosa. Miért jöttél haza? Hát volt egy sérülésem, egy keresztszalag szakadásom, ami nyilván gátolt benne, és kihagytam egy évet. Utána ugye bár edzőváltás volt, hiszen a Robson elment Barcelonába, és utána jött egy portugál edző, aki a portugálokat játszotta, vagy pedig favorizálta. Én meg természetesen futballozni szerettem volna. És én úgy éreztem, hogy rendben vagyok, rendben van a lábam, jó erőben vagyok, és folyamatosan nem voltam a keretbe, az nem volt valami jó dolog. És utána pedig a Heinz Krankl hívott Salzburgba, és onnan Portugáliából Salzburgba mentünk. Ott is eltöltöttem egy másfél évet, viszont utána pedig hát megijött ez a hívó szó a Ferencvárostól, és úgy gondoltam, hogy haza kell térnem is. Haza is érkeztem 2000-ben. Lipcsei Péter a vendégem, maradjanak velünk, jövünk vissza mindjárt. Sztársáv a Retro Rádióban. Zenészek, sportolók, művészek. Este 9-től 1 órán keresztül. Házigazda Várkonyi Attila. Lipcsei Péter a vendégem, és hát ott még a Fradiban jó néhány siker vár téged, és óriási közönség szeretett, legalábbis a Fradi tábor részéről. Nyilván ez mindig magával hozó, hogy más táborok meg mindenféleképpen irigykednek vagy cidnak. Ez téged inspirál, vagy gátol? Mert Ronaldo azt nyilatkozta egyszer legnagyobb meglepetésemre, minél jobban utálják és minél jobban szidják, annál jobban megy neki a játék. Az elején természetesen, amikor fiatalabb voltam, akkor egy picit rosszul esett, nyilván. De ahogy ment az idő és idősebb lettem, nyilván bölcsebb lettem, és azt gondoltam, hogy ezzel nem szabad foglalkozni, hanem inkább a játékkal, úgyhogy a vége felé már ki tudtam zárni, és nem is zavart. Tehát azt el tudod képzelni, hogy az inspiráljon valakit? Biztos vagyok benne, hogy földob. Tehát én is, amikor kimentem Újpestre és 20 000-en szittak, ez egyértelmű volt, hogy nekem is belülről jött egy olyan motiváció, hogy azért is meg tudjam mutatni. De én azt gondolom, hogy most már az évek elmúltak, és én azt gondolom, hogy valamit le tudtam tenni a Ferencváros asztalára, és itt a magyar futballba is, és talán ennek is köszönhető az, hogy sokan szeretnek, de voltak, akik azért nem. De ez nem neked szól szerintem. Én szerintem ez a Fradi legjobb játékosának szól. Hát én örülök neki. Ez biztos, igazából erre vagyok talán a legbüszkébb,
ugyebár most 120 éves lesz a Ferencváros, és a legtöbb mérkőzést játszottam. Tehát 649 mérkőzés sikerült játszanom, megelőztem egy olyan dr. Sárosi Györgyöt, aki 62 éves rekordot döntöttem meg, aki én azt gondolom, hogy a Ferencváros történetében egy óriási futballista volt, de meg tudtam előzni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 16 év, amit a Ferencváros vezet, 16 szezon, az nem volt kevés, úgyhogy talán erre lehetek a legbüszkébb. Hát meg sok minden másra is, és ha már a legbüszkébb dolognál tartunk, elmondod, hogy a válogatottban melyik meccsedre vagy a legbüszkébb, és a Ferencvárosban is a Portóban. Ugyebár a válogatottban egy kicsit keserűbb a szájízem, hiszen 58 mérkőzést játszottam, de nem tudtunk kijutni ilyen nemzetközi, vagyis ilyen nagy világ eseményre, mint ahogy most kijutottak az Európa-bajnokságra. Voltak jó mérkőzések. Talán itt a, most jó, nyilván a Málta ellen, mert egy gólos vagyok, és a Máltának rúgtam az első és utolsó gólomat a válogatottba, talán azt gondolom, hogy az lehetett a legjobb, hiszen ott Siófokon nyertünk 3-0-ra. A Ferencvárosban volt nagyon sok jó mérkőzésem, hiszen 4 mester 3-as rúgtam, talán azokat ki tudom emelni, de amit te is az elején említettél, hogy volt egy UEFA kupa sorozat, vagy kek sorozat volt még akkor, amikor 3 mérkőzésen 6 gólt rúgtam, Szófiába 2-t, itthon 2-t, és utána előtte Brémába, tehát az egy óriási menetelés volt, és hát volt Portugáliába is egy olyan mérkőzésem, amikor 4-0 nyertünk egy Salgueiros elleni mérkőzésen, és 2 gólt rúgtam, és 2 gólpassz, és akkor másnap ki volt írva, hogy Lipcsei az elnöknek a bankjegye, tehát ezek megvannak, ezek az újságcikkek, úgyhogy talán így hirtelenjében ezekre tudok így emlékezni, hogy szíves. És még mindig a futballpálya környékén van Lipcsei Péter, hogy mit csinál, erről faggatjuk a következőkben, maradjanak velünk, önök a Retro Rádiót hallgatják, ahol a legnagyobb retro slágerek szólnak a 60-as, a 70-es, illetve a 80-as évekből. A 60-as, 70-es, 80-as évek legnagyobb retro slágerei. Retro Rádió. Lipcsei Péter a vendégem, a kiváló labdarúgó fantasztikus pályafutásáról, itt tényleg egyedülálló mennyiségű mérkőzést játszott a Fradiban, sikerek minden klubcsapatban, ahol megfordult, de azóta sem lettél hűtlen sem a Fradihoz, sem pedig a labdarúgáshoz. Mit csinálsz? 2010-ben abba hagytam a pályafutásomat 38 évesen a Fradiba. Úgy gondoltam, hogy már elég, és utána pedig természetesen a Ferencvárosnál maradtam. Az NB3-as csapat akkor még NB2-es volt, hiszen akkor még engedték az NB1-es csapatoknak a második csapatát NB2-be futballozni. Ott eltöltöttem 3 évet a csapatnál, és utána pedig ugyebár megint az MLS szabályzata szerint NB1-es csapatoknak a másik csapata már nem szerepelhetett NB2-ben, hanem visszasorolták NB3-ba, úgyhogy ott maradtam végig 6 éven keresztül, és hát most már ez a második éve, amikor kaptam egy új kihívást, a Soroksárnak az edzője lettem, de tudjuk nagyon jól, hogy ez is a Ferencvárosnak a fiók csapata, és jelen pillanatban most az NB2-nek 8. helyen álló Soroksárnak vagyok az edzője. De Peti, hogy fogadnak téged a fiatal játékosok? Ők érzik azt, hogy itt te tényleg egy olyan minőségi játékosról van, szóval, mert valaki milyen edző, és látszik, Mourinho jó példa arra, hogy nem feltétlenül kell jó játékosnak lenni ahhoz, hogy zseniális edző tudjál lenni, de azért te zseniális játékos voltál. Tehát abban a magyar valóságban abszolút kiemelkedtél a közegből. Igen, ugyebár mondják azt, hogy lehet, hogy egy jó játékosból se lehet jó edző. Nyilván képzem magam is, próbálok. De megmutatod nekik? Na most akkor muszáj, így kell beadni jobbról, balról. Muszáj. Tehát például a Zoliról ez legenda volt, neked is volt szerintem edződ, hogy... Nekem pont nem volt, mert akkor én pontként voltam. Igen. Igen. De hogy ő meg tudta mutatni bármilyen szögből, bárhogy, bármit. Ez a legfontosabb, hiszen szoktunk azért a edzések után mindig bóckodni, és a 16-osról el kell találni a felső kapufát, és csak úgy mehetnek be a játékosok. És persze mindig én is szoktam zrikálni, hogy eddig nem volt nektek olyan edző, aki be tudtam mutatni. Most már be tudom mutatni, úgyhogy igen, hát ez muszáj nyilván a fiataloknak, és főleg amikor a Fradiba voltunk, és 21-es bajnokság volt, akkor is az MLS kiírt egy másik bajnokságot, tehát 21 volt. Nyilván az egy jó dolog volt, hiszen edzőként az volt az első sikerem, tehát megnyertük az 21-es bajnokságot, tehát a rákövetkező évben ugyanezzel a korosztállyal megnyertük az NB3-as bajnokságot. Nyilván a fiatalok természetesen hallgatnak rám, és igen, amikor bemegyek az öltözőbe, akkor egy picit megfogy a levegő. És ez rendjén van is így. Még egy utolsó kérdés, ami nem futball. Milyen zenét szeretsz? Mert a Retro Rádióban mi játszunk mindenféle stílusú zenéket, de kíváncsi vagyok, hogy neked mi a kedvenced. Én inkább a magyar nótákat, azokat nagyon szeretem, tehát ezeket a retróban én is otthon vagyok, úgyhogy én mindent meghallgatok, ami jó, csak magyar legyen.
A végéhez ért a műsor. Lipcsei Petitől most elköszöntünk, vagy Lipcsei Pétertől, de mi mindannyian csak Lipcsei Petizzük, és remélem ezen nem sértjük meg. Bár most már az öreg fiúk csapatban is kergeti a labdát nagyon nagy sikerrel. Zseniás csapata van a Fradinak ebben a korosztályban is. Petikém, köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. Önöknek köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Remélem velünk tartanak, minden hétköznap várja önöket a Sztársáv 21 és 22 óra között, illetve pénteken és szombaton várom önöket a Retro Rádió Partival 21 óra és éjfél között. Márkonyi Attila vagyok, ez volt a Sztársáv mai adása. Vendégem az 58-szoros válogatott Lipcsei Péter volt. Retro.